Sziasztok, Bogolett vagyok Japánból, Japánról, és üdv újra itt a csatornámon, vagy hogyha új vagy, akkor hello, Bogi vagyok, és Japánból csinálok sokféle videót, és ez a videó most egy 1%-ban fog tartalmazni japános dolgot. Mint ahogy a címből is láthattátok, ez egy eléggé furcsa dolog, ami majd, hogyha elmagyarázom, annyira nem lesz az. Igazából gondoltam, hogy kicsit beszélhetnék erről, hogy ez miért is volt, hogyan, mikor, merre, kivel. Az egész úgy kezdődött, hogy 2012-ben kijöttem Viktorhoz Japánba, és próbáltam munkát szerezni, hogy tudjak kapni munkavállalói vízumot. Egy évben Japánban amúgy 90 napot tartózkodhatsz, mint turista, de nem kell hozzá vízum, hanem csak bepecsételnek az útleveledbe egy kis dátumot, hogy ekkor léptél be, és az 90 napig érvényes, addig legálisan itt lehet. Ezért, mikor először kijöttem Japánba, és kezdett már letelni a 90 nap, elhatároztuk, hogy elmegyünk Koreába ezért, hogy kilépjünk az országból, visszalépjünk, és ezért nekem megint előről kezdődne a 90 napom. Na, ez meg is történt, és decemberben lejárt ismét a 90 napom. Utána néztem, és az volt, hogy egy évben lehet 180 napot az országba tölteni. Tehát gondoltam, hogy decemberben hazamegyek, és januárban újra visszajövök Japánba, és akkor előről kezdődik ez az egész 2x90 nap. Amikor visszajöttem januárba, ez volt a harmadik országba lépésem, tehát volt egyszer júniusba, aztán elmentünk Koreába, szeptemberbe visszajöttem, és utána január, ez a következő volt a harmadik. És nagyon nem szeretik ezt, hogyha a külföldiek így kibe-kibe járkálgatnak az országban, mert hogy ez nyilván gyanús, és hogy biztos, hogy azért, hogy megújítsák ezt a turista vízumot. Na hát most pontosan ez történt az én esetemben, és megállítottak a határon januárba, hogy mit csinálok, miért akarok visszajönni, és behívtak egy irodába, ahol külön kis félórás elbeszélgetést tartottak velem, hogy hát mégis miért járkálok kibe-kibe az országba. És akkor mondtam, hogy hát, hogy itt van a Viktor, és hogy vele akarok lenni, és akármi, és hogy nem akarok illegálisan dolgozni, csak hogy vele akarok lenni. És közölték akkor, hogy oké, rendben, hogy vele akarsz lenni, de akkor ez hivatalosítsa is, és többet nem fognak beengedni az országba, hogyha nincsen róla papírom. Úgyhogy akkor beengedtek januárba, és hát Viktorral el kellett erről beszélgetni, hogy most akkor mi lesz végül is, mert vagy szerzek valami munkát, amit igazából azt munkát sikerült is találnom, de nem kaptam hozzá vízumot. Tehát vagy szerzek vízumot valahonnan, vagy pedig összeházasodunk. Viktorral mi mindenképpen együtt akartunk maradni, úgyhogy arra gondoltunk, hogy összeházasodunk végül, és ez mind egy év, 8 hónap járás után történt, ami azért annyira nem sok idő, így utólag belegondolva, de akkor így ez tűnt a legjobb megoldásnak, és ezt nem bántam meg, tehát a mai napig nem bántam meg. Úgyhogy 2013. május 17-én Magyarországra hazamentünk, és összeházasodtunk. És én ezt a házasság dolgot úgy éreztem, hogy nem szeretném, hogyha sokan megtudnák, mert nem akartam, hogy ítélkezzenek felettem, hogy ó, csak a vízumért megy hozzá egy év, 8 hónap után összeházasodnak, biztos valami, nem tudom. Szóval értitek, hát elég sokat gondoltam arra, hogy úristen, mások mit gondolnak, na hát most ezt így, és az én életem, azt kezdek vele, amit akarok. Szóval, ez egy nagyon-nagyon kis ceremónia volt, próbáltunk mindent ilyen kis költségvetésre csinálni, mivel azért akkor annyira nem volt pénzünk, és elég hamar jött ez az esküvős dolog, tehát még félre se tudtunk olyan sokat rakni. Úgyhogy 20 fő volt ott, mindent próbáltunk így ismerősökön keresztül elintézni, hogy minél kevesebbet kelljen azért költeni, és tényleg ők is szívesen segítettek nekünk. És összesen 20-an voltunk, emlékszem. És nem is volt egy nagy dolog, tehát elmentünk a 6. kerületbe, az önkormányzatba, ott volt a
anyukám testvére ott dolgozik, és ő adott össze minket. És aztán pedig elmentünk is fotózásra a 18. igen, 18. kerületbe, és aztán pedig elmentünk a kakas étterembe, hát egy ilyen ebéd, vacsi dolgot enni így 20-an. Nekem egyetlen egy kikötésem volt ennél az esküvőnél, hogy én szeretnék rendes esküvői ruhát viselni, és először azt gondoltam, hogy hát, hogy mivel ez csak egy kis esküvő, ezért csak ilyen kis, tudjátok, ez az ilyen egyvonalú, ilyen, majd linkelek képet, szóval ilyen ruhát akartam volna viselni, és amikor közölték, hogy hát ezt kölcsönözni nem lehet, csak venni, akkor így gondoltam, hogy jó, hát akkor nekem ennyi pénzem nincsen, hogy ezt megvegyem, akkor lesz szép nagy esküvői ruha, és azért lett az végül, ami akkor lett. Gyűrűm is azóta ugyanaz van rajtam, mint ami akkor volt, azóta eltört a gyűrűm, tehát nem tudom, hogy hogy. Képzeljétek el, hogy hazamentem Magyarországra, amikor a második esküvőmet intéztem, és valami motoros felvonulás volt a rakparton, és elkezdtem, mint az állat, így integetni, és azzal az egyik lendülettel így lecsúszott a kezemről a gyűrű, és bele majdnem a csatornába, tehát konkrétan a csatorna mellett állt meg egy kicsivel, és ott volt egy ilyen étterem, ahol egy ilyen kívülős terasz volt, és ott mutogattak, hogy úristen, ez nem a tiéd, én meg így Jézusom, nem hiszem el, hogy majdnem beleejtettem a gyűrűmet a csatornába, és akkor így láttam, hogy hát ez így eltört. Na hát, ezt azóta se csináltattam meg. Ja, csak egy kicsit lehet látni igazából, de nem értem, hogy törhetett el, már mint hogy egy gyűrűnek nem kéne, hogy eltörjön. Pláne ennyitől, hogy csak leesik a földre. Tehát visszatérve így az esküvőre, az elsőre, iszonyatosan titokba tartottam, tehát tényleg csak annak mondtam el, akinek kellett, még a családból sem mondtam el mindenkinek, tehát így tényleg eléggé szűk körűen tartottam, nem, tényleg nem akartam azt, hogy úristen, mit gondolnak, és ezért, mivel ez egy kis esküvő volt, ez egy gyors esküvő volt, ezért gondoltam, hogy hát, hogy én mindenképpen azért szeretnék egy nagyobb esküvőt, ami olyan rendes, normális. És amikor hazajöttünk, vagyis visszajöttünk Japánba, akkor azután gondoltuk, hogy hát akkor így 2 éven belül kéne ez a nagy esküvő, amiből végül 3 lett. Tehát így elkezdtünk gyűjteni rá pénzt, és gondoltuk, hogy akkor jó, hát akkor legyen ezen a nyáron, 2016 nyarán, és végül 160 fő körül volt a második esküvő, tehát tényleg az egy ilyen rendes, szép, nagy esküvő volt. Tényleg már nagyon régen, így kislánykorom óta erről álmodtam, hát mindenki kb. És gyönyörű volt a ruhám, tényleg nagyon szép volt a helyszín, reggel 7-ig mulattunk, de nagyon durva volt, le se feküdtünk aludni. Mondjuk kicsit bonyolult volt megszervezni innen kintről, de sikerült. Úgyhogy Viktor, azt beszéltük, hogy ő nem szól bele semmit, ő örült is, hogy nem szól bele semmit, örült, hogy nem kell ezzel stresszelni és foglalkoznia. Én meg annak örültem, hogy minden az én kezem alatt volt, tehát én ezt nem éreztem egyáltalán egy tehernek. Egyedül egy dologba segített nekem, méghozzá a tortát kiválasztani, hogy nézzen ki. Kb. Ilyen 100 féle tortából kiválasztottam 10-et, és abból így egyet kiszúrt, hogy na, ez neki tetszik, akkor ilyen tortánk lesz. És tényleg abszolút az összes szolgáltatóval 100%-osan meg vagyok elégedve, mert mindenki a maximumot nyújtotta, rendkívül kedvesek voltak, rendkívül profik voltak. Egyetlen egy dolog van, ami nem úgy sikerült, mint ahogy akartam volna, méghozzá a videó. Sajnos a videót ismerősön keresztül csináltuk, és nem kötöttünk szerződést. És valami történt az SD kártyával, és az összes adat elúszott róla. Tehát 2 kamerával vették a felvételt, és az egyik a mellékkamera, annak megvannak az adatai, és a másik a főkamerának pedig teljesen elúszott minden, úgyhogy nem is tudok ezzel semmit se csinálni. Egyszerűen a srác se nagyon foglalkozik vele, azt mondta, hogy oké, beadta egy ilyen szervizbe, ahol visszaszerzik az adatokat, és azt mondja, hogy hát nem, mert nem tudják még, mert hogy ez olyan speciális SD kártya, hogy ez ilyen nagyon új program kell hozzá, és hogy még nincsenek nekik olyan programjaik, amivel vissza tudják nyerni, de ez már egy 2 éves történet. Azóta nem is jelentkezik, összesen 2-szer írt erről, és
és nem is hiszem, hogy valaha meg lesz az esküvői videóm. Na mindegy, igazából erről nem is szeretnék nagyon beszélni, ez egy egészen fájó pont a kis szívemben, és viszont rajta kívül tényleg mindenkit abszolút tudok ajánlani. Hogyha érdekel, hogy ki volt nekem az esküvőn, például a virágos, akkor hogy a ceremóniamester, vagy hogy hol volt, mondjuk a helyszín az sajnos már nem, mert az bezárt. A lényeg, hogy a leírásba rakok linkeket és neveket, és akkor ti is esetleg, hogyha esküvő előtt álltok, akkor meg tudjátok nézni, tudtok hozzájuk menni egy beszélgetésre, és tényleg, hogyha szimpatikusak és tetszenek nektek, akkor bátran kérjétek föl őket. Tényleg ezzel a videóval nem szeretnék felvágni, vagy ilyenek, de mi is nagyon sokat spóroltunk arra, hogy tényleg olyan esküvőnk legyen, mint amilyet akartam volna, illetve Viktor is akart, na. Igazából ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy ezzel így minden kérdésetekre tudtam válaszolni. Ha nem, akkor nyugodtan írjátok le. Ja, és köszönöm szépen a K-pop ajánlásokat. Azért párat ismertem én is, de voltak közöttek újak, úgyhogy most végre vannak jó számaim. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Fönn vagyok Instagramon és Facebookon is. Nem sokára megyek szakurát is nézni, úgyhogy jönnek szép szakura felvételek, meg fényképek. Úgyhogy tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!